Sziasztok! 2022. szeptember 29. csütörtök, reggel 11 óra. Reggel, mondhatnám már délelőtt 11 óra, és megint bringázni fogunk. Elmegyünk a déli irányba, és most a különböző partokat tervezem felkeresni. Tenger most is kristálytiszta, most nem megyek le, mert reményeim szerint még sok ilyen partot fogunk mai utamon látni. Délre megyünk tehát most is, mint vasárnap, viszont nem megyünk olyan messzire, igyekszem inkább a part közelében maradni. Most is egy olajfa ültetvény mellett megyek, hát inkább csak egy kis kert, olajfa kert, nem olyan nagy, rajta vannak az olajbogyók. Itt is vannak azért szép házak. És mindenhol ez a mediterrán feeling. Innen jöttem, és most le is fordulok a főútról, és bemegyünk Platanyára. Rögtön egy roskadásig termő olajfa. Tele van bogyókkal. Ez a kis település talán ha 500 méterre van Sartitól délre, és ahogy látjátok, már elfogyott a beton alólam. Ez egy ilyen földes, homokos út. De nagyon vigyázok, hogy ne menjek be a növényekbe, mert tele van szúrókával, bökökkel, és rövidesen érkezem a partra. Bringa marad a homokon, nem visszük be az öldövezetbe, nem kockáztatjuk a defektet, és itt van a plázs. Na hát, hogyha valaki kevésbé zsúfolt helyre vágyik, az már el is jöhet a következő településre, és itt is van a szép part. Szemben az Athos-hegység 2033 méteres csúcsa, és ha elnézünk itt balra a távolban, nem is olyan messze, az ott Sarti homokos tengerpartja és a nyaralók. És itt Platanyán még étterem is van, igaz, most már nem üzemel, aki átjön ide, az eheti hat is. Private area, tessék, magánterület. Remélem ez a vörtitós marhaság nem kezdi ide is majd belopni magát. Az egyértelmű, ez itt a gazdagok negyede. Tény, hogy szép, gyönyörű. Ott a háttérben a tenger előtt végig a datoja pálmák, csodás. Tényleg egy kis gyöngyszem ez a hely. Na hát akkor újra úton, megy ám a nézelődéssel az idő, mindjárt dél lesz. Itt a tábla jobbra mutatja, hogy Valti, bár be van fordulva, de ma itt lesz a leágazás le balra, és bemegyünk Valtira. Nem jön semmi. Közvetlenül itt a tűzjelző után. Itt mutatják a tűznek a valószínűségét, riasztási fok közepes. És itt a kukáknál kell elhagyni a főutat,
és fordulni le balra. Itt már nem betonos, inkább ilyen köves, meg homokos. Észre kell lenni. Szerintem én csak letolom a kerékpárt. Mert első fékezni ugye nem tudok, meg fog csúszni. Jobb tolni. Nézzétek csak! Éppen csak egy kis féket húzok. És már fordul alá a kerék. Tehát aki mopeddel jön, bringával, bármilyen kétkerekűvel erre, az legyen észen. Lejt is, és csúszik is a homok miatt az út. A táj viszont varázslatos. Oda kimegyünk. Milyen érdekes itt a növényzet, főleg az a bokor. És volt ám itt eső, még mindig állnak a pocsolyák. Itt már viszont nem lejt annyira az út, úgyhogy visszamerészkedek a bringa nyergébe. Vadregényes út. Nekem most ugyan kamera van a kezemben, ezért kénytelen vagyok ugye bal kézzel, az első fékkel fékezni. De aki eljön, az inkább csak a hátsót használja. Majd valahol kell lenni egy leágazásnak jobbra, nekem az kell. És itt van egy kis vízátfolyás az úton. Van egy tábla is ott fönn, megnézem. Ja, itt van a leágazásunk, ez az. Itt jobbra. Na igen, itt a tábla, közel jöttem hozzá, amennyire lehetett. Szárti 5,5 km, én innen jöttem, és most ennél a pontnál vagyok. És jövök le Valti fele. Bringa meg lent vár. Haladunk arra. Szóval a gyerekek, ez ilyen montis terep, én pont azzal vagyok, és további montisok is jönnek végig az úton. Hova keveredtem? Ezek persze nem bérelt bringák, annál jó, sokkal jobbak, úgy hozták őket, gondolom, hogy egy másik városból, innen Görögből. Mi viszont erre megyünk. Továbbra is ilyen földúton haladunk. És érkezünk a tengerparthoz. Ott a tengerpart, és erre megy az utca végig. Innen érkeztem, erre megy be a betonozott utca rész, és van mögöttem egy családias kis öböl, mindjárt mutatom is. Kis paradicsom. Kín vannak a székek, asztalok, napágy, és sehol senki. El lehetne tölteni itt egy délutánt, igaz? Szép homokos tengerpart itt is. Ha, nem is megyek már tovább, aminek? Ennek a kis öbölrésznek az a nagy előnye, hogy ez egy kis betüremkedés, aránylag itt szélcsendesebb. Mint a mesében. És akkor most hátra arc.
mutatom a helyet. Tartok is egy rögtönzött sünellenőrzést. Ezen a részen egyet se látok, teljesen tiszta és homokos, egy-két szikla van. Úgyhogy úgy döntöttem, lehozom ide a bringát, és jöhet egy kis fürdőzés. Na mit szóltok? Elég hideg, lehet, hogy csak az ilyen érzéki csalódás az első érintésre. Egyenlőre bejövök csak itt térdig. Hideg, hidegnek tűnik. Tegnap azért melegebb volt abban a kis öbölben, Vuruvurunál. Beljebb jobban most nem megyek. Felfrissülésnek ez is szuper volt. Még lesz egy csomó tengerpartos rész úgyis. És fölviszem a bringát, és akkor elmegyünk azon a part részen. Megvolt a kis víztapicskolás, és menjünk itt Valti térköves útján. Nézem itt bent szintén házak. Fehérre meszel törzsű fák. Azt mutatom a partot is. Szintén ez a finom homokos. Camping Valti. És itt vannak a bungalók. Szép, rendezett. Jó, tengerpartja van. Jó adottságai vannak ennek a kempingnek, ez tény. Itt is már nagyon-nagyon utószezon van, csomagolnak össze. Ez Valti homokos tengerpartja. Bringát megkötöttem. Ebből mi következik? Hogy lenézzünk a partra. Jaj, de szép a tenger! Itt is ez a lágypa, apró szemű sárga homok. Istenem, de szép! Fantasztikus. És távolban még az Athosz hegycsúcs is ide látszik. Ilyen nincs is, gyerekek. Ez pont olyan, mint Szárti partja. Azzal a különbséggel, nincsenek itt ezek a nagy apartmanok, és a parton senki. Egy-két ember kivételével talán. T
tengerben, végig ez a homokos. Itt aztán ott fürdesz, ahol akarsz. Fürödhetsz ott is, itt is, itt is, de följebb is akár. Ha nézzétek már, nem megint ide jött a bringa. Hát pedig lekötöttem az oszlophoz. Tudja, hol a jó neki. Azért így praktikusabb, mert rögtön itt van a minibár is. És kóla, ásványvíz, kaja, minden, ami kell. És a bringa még egyben öltözőnek is jó. Átvedlettem. Úgyhogy jöhet a tenger. Belépsz, és akkor hirtelen lemélyül körülbelül egy ilyen comb középig, és még lejjebb is. Most már alsó nadrágig ér. Kicsit dorozmásabb itt bent a homok. Már derékig ér, és alig jöttem el 2 métert a parttól, egy 3-at. De milyen színei vannak. Mindig hihetetlen. A bringa ott vár. Maradjál, majd jövök. Van egy kis szél, szerintem hamar fogunk száradni. Itt már nyakig ér. És csak olyan messze vagyok a parttól, tehát itt jóval gyorsabban mélyül a tenger. De ezt a szint. Hihetetlen jó. Hű, gyerekek, igazán szuper a víz. Most száradási projekt van, aztán lassan visszakerem magam naptejjel, és indulunk tovább. Csak hát nem olyan könnyű innen elszakadni. Hát, nem tudok mit mondani, ez olyan szép. Már 1/4 órája itt vagyok, nem tudok elmenni innen. Egy más bolygó lenne. És jól elidőztem, már 3:43 van. Indulok is tovább. Hát akkor viszlát, volt egy gyönyörű partja. Egy élmény volt. Innen jöttem föl a partról. És kis birtokok, szőlővel, háttérben olajfákkal.
Elengedjük a lakókocsit. Na, milyen forgalom lett itt, eddig nem jött senki. Én szerintem ez az út balra lévő kis tengerparthoz fog vezetni. Egy újabb part, újabb fövennyel. Íme. És itt van a lehajtó balra a Camping Katerinához. Az előző part tényleg szebb volt. És onnan jöttem végig, azon a panoráma úton. De ez a tengerpart is gyönyörű. Onnan jöttünk, és én most újra irányba álltam. Előbb a tengert mutatom visszafelé. Vazar. Sajnos pont szembe süt a nap, arra tart tovább az út, de ismét itt van egy kilátó pont. Meg is állok. Egy sziklás rész. Jobbra újabb egy kis eldugott öböl. Itt is egy milyen kis öböl, egy elég vékony. És mondja valaki, hogy nem néz ki jól. Hihetetlen, itt áll valaki, most látom. Arrébb jövök. Csámborgok itt egy kicsit. Micsoda sziklák vannak itt lent is. Ott is. Nézd meg. Hihetetlen, nem hiszem el. Kijebb már nem megyek. Látszanak a sziklák. Az árnyékom. Sziasztok, gyerekek! Ég a part. Csúcs. Haladjunk tovább ezen a szép látványúton. Hát megint meg kell, hogy álljak. Ezt látnotok kell. Fordulok is be ide a korlát mellé. Ide nézzetek. Csúcs vagy szuper. Hihetetlen. És még innen is látszik az Athosz csúcsa. Itt aztán lehet válogatni a helyekből. Ott valaki búvárkodik. Ketten lent. Csertesség. Itt lehet jókat búvárkodni. Lassan tovább megyünk. Olyan a vízszíne, hogy ezt elmondani nem lehet. Ezen a kiszögelésen elég jó ám itt a szélereje. És föltolom a bringát itt a kövön.
Hűha, ez igen, mutatom. Balra a tengerpart, itt meg valami camping pizzóni. Bringát az árnyékba hagytam, és innen egy újabb tengerpart rész kezdődik. De hosszan ám, ez van vagy 500 méter, egészen átnyúlik a túloldalra. És mi onnan jöttünk. Ez itt mellettem a camping Melissi. Csendes helyen van, és ott van a part egy ilyen 100 méterre tőle. Sétány járd a leánderekkel. És itt van valami régi öreg rom. Szerintem egy szélmalomnak a maradványa lehet. Végig a part mellett megyünk tulajdonképpen. És senkinek nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy ez is az a finom, puha homokos. De itt most még meredekebb a dőlésszöge a partnak, mint ahol mi fürödtünk. Valószínűleg erre megy fölfele az út majd tovább. Csatorna a tenger felé. Milyen jó színe van. Akkor itt mi most felpályázunk balra, a busz felé. Szikia! Hű, ez jól néz ki. Meg szeretném örökíteni ezt a pillanatot. Üdv Szikiáról! Nagy divat lett ez a feliratozás, de legalább tudom, hol vagyok. Ez a rész is jól néz ki, ide megyünk most le. Szemben az a földnyelv, ahonnan érkeztünk. Akkor szép lassan itt le is ereszkedem. De szép ez az öböl. Büfék. Itt a plázs.
gyönyörű a víz, gyönyörű. Szebbnél szebb partok, válogatod az ember kedvére. Elhagyva ezt a gyönyörű öblöt, haladok tovább. Jó kis emelkedő lesz, csinál egy S kanyart itt az út. Ott megyünk majd az 5 step táblánál fölfelé, megkerülve ezt a kis házat. Mellettem végig leander sövény. Fantasztikus. Egy-két ilyen olajfa, ezek még csemeték kicsik. Na és itt most leszállok. Érkezünk lassan az emelkedő tetejéhez. Itt ez az 5 steps in the sand tábla a fenyőfához rögzítve. Végre itt nem macska köves. Na, itt hajók is vannak, illetve kis csónakok. Valami csónak kikötő is egyben. És mindjárt félreállok, és kinézünk. Mutatom ezt a kis öblöt is. Ide megyünk most. Milyen színei vannak itt is a víznek. Hát ez káprázatos. Ez pedig itt Pigadaki. A táblán fönn jobbra. Jaj, de jó néz ki ez a kis taverna bejárat. Nézzétek! Ez igen, és le lehet menni a parthoz. Hátra benézek, és ott van benne elbújva az étterem lent. Kerítés az leander és szőlő. Ennél nem is lehetne mediterránosabb már a hely. Megint lesz egy kis lejtő, félre megyek, macska követ nem szeretjük, még teleszkópos bringával sem. Érdekes ez a díszlet. Közben egy kikukkantok a partra. Hű, itt nagyon-nagyon meredek, gyerekek, nagyon-nagyon meredek itt az út lefele. Ez van 20% is. Ezen a pár méteren. Hú. És megállok. Ez a hely is gyönyörű. És előttünk egy kis hullámtörő csónak kikötővel. Már a szélső hajó a legnagyobb, az valami halászbárka lehet talán. Görög étterem. A második oldalon van az étterem rész, ez csak a kiülő. És hála Istennek, ma is csoda szép idő van. Nem panaszkodhatunk az időjárásra, egy ajándék. Kinézünk kicsit a hajó kikötőbe. Ez itt fönt Szent Teodoron kápolnája.
Ismét fönn vagyok a kis domb tetején, és itt ketté válik az út. Tourcolimnionas. Benézek a kápolnához. Alattam a kikötő, csak nem akartam itt fellépcsőzni bringával, inkább megkerültem a kápolnát. Kinyitottam az ajtót, és nyitva volt a kápolna. Gondoltam, megpróbálom. Milyen szép ikonok vannak a falon végig. És bekukkantok a belső részbe, de csak idáig. Dicsértessék. Olyan, mint hogy a meteórák egyik kolostorának kis termébe lennénk. Akkor voltunk a kápolnánál, és most pedig folytassuk az utat a part mellett tovább. És fél öt lesz. Csodálatosan süt a nap tényleg. Nyáron itt szerintem dögmeleg lehet. Azon gondolkodom, hogy egyenlőre elmegyek itt egyenesen. Tourcolimnionas felé, aztán majd itt jobbra fel, Climataria Chiarici felé, ha jól mondtam. Szerintem az út vége az ott lesz, abban a plázsban fog végződni. Lenézzünk oda, aztán meglátjuk a többit. Itt is egy milyen elrejtett kis öböl van. Nem is szállok bringára, mindjárt csinálom a felvételt róla. Milyen kék a tenger, hihetetlen, mintha tényleg csak festenék. És mutatom a plást, szinte alig vannak. Na most lenézünk ide. Hát ide is lejövök, megvizsgáljuk közelebbről a partot. Az a megszokott puha sárga homok. És itt is alig van egy-két ember. Taverna kiülőkkel, strandröplabdapálya. És visz valamerre tovább az út. Nem, csak eddig hozott. Jó. Akkor itt a vége, fuss el véle. Visszafordulunk és megnézzük a másik irányt. Lentről jöttem és most elmegyek föl jobbra, Climataria Chiarici felé. És ide van írva, hogy Blue Sea. Vannak ám itt olyan görög nyelvtörő szavak, hogy csak nézek. Még mindig betonos az út. Ez jó. Lassan 5 óra lesz. Hát, még kicsit kószálunk erre. Na, ott lesz egy 90 fokos balkanyar, már látom. Nem is engedem meg. És már fordulunk is. Ismét emelkedünk.
Így azért mindjárt más fényben. Főleg, ha egy ilyen szép panoráma úton haladunk. Oda nézzetek, milyen szépség! Itt is egy szép kis kápolna. És nézzétek itt is ezeket a színeket. Milyen színe van ennek az öbölnek is. És a jobb oldalon ott is egy ilyen tengerpart szakas plázzsal, büfékkel, étteremmel. Itt leteszem a bringát és mutatom mindjárt ezt a helyet. Jó hely, mi? És alattunk végig a napernyős plázs. És onnan jöttünk arról a földnyelvről végig, és ide bekanyarodtunk. Ez tényleg így mutat csak jól napfényben. Milyen völgy van itt. Tábla mutatja, ez az irány Kriaritsi. 5:30 van, megfordultam, és úgy döntöttem, hogy elindulok visszafelé, amerről jöttem. Ezen az úton is nagyon vigyázni kell, mert ilyen homokrászórás van. Két kerekűvel jöttök, akkor csak óvatosan itt is. Megpróbálom a téglán vezetni a bringát. Ajaj, nem mindig sikerül, hogy nem ráz annyira. Régi görög ház ez itt. Nem mai ajtó. És egy szép hely. Ez szerintem ugyanúgy hozzá tartozik, ez az éttermi rész. Ez meg a kiülős itt jobbra. Innen jöttem a túra elején, szemből, de itt én most elmegyek balra, és elmegyek a főútra. Innen érkeztem, csak így mutatom, mert szembefényes, és rögtön itt az Amo el Mar House mellett, itt van a sziget ütőere, a főút. Tehén Pajti kint legel, már láttam őt vasárnap is.
Látjátok, milyen zöld előrét? Kövérfű. Nincs kiszáradva. Van itt csapadék rendesen. Meg is érkeztem ahhoz a ponthoz, ahol idefele lekanyarodtunk tengernéző körutunkra. Itt mentünk lefele itt a lejtőn. Itt volt a montis terep. És akkor megkerültük ezt a földnyelvet itt jobb irányban. Ott megy az út lefelé. Ott, és akkor erre kerültünk így végig. Jó kis kör volt. Közvetlenül itt a tűzjelző tábla mellett. És ezennel vissza is érkeztem Szártira. Most van 6:45. És nem kanyarodok be az apartmanhoz, elugrom egy pizzáért. És ez a nap egy ilyen lájtos volt. Nem volt egy nagy távolság, ez inkább a tengerpart nézésről, felfedezésről, kalandozásról szólt. Ja, amúgy kényelmesen telt. Itt vagyok a Marimonti sarkánál, és hogy megsatszoltam? Az én lehajtóm, nézzétek, a 80. kilométernél van. Hoppá, hoppá. De most nem megyek be az apartmanhoz, ahogy mondtam. Itt be is fordulok az Angelo Motor kölcsönző utcájába. Itt van mind a két kölcsönző, az Angelo, meg a Sassos is. Szép ez a virágos sarok itt. Valahol itt lesz majd a pizzéria, szerintem előrébb még, előrébb. Na innen most hozok egy pizzát. Pizza megvan, egy békönöst kértem most is, nekem az nagyon bejött. És a kedvezmény kártyával 7,5 euró helyett adatták 6 €. Az egész jó. Relax. És hova érkeztem? Újra a partra. Jók ezek a színes székek, nagyon hangulatos, bírom őket. Itt vagyok újra a Szárti feliratnál. És már ki van világítva ez a sétány. Újra a hídon. És még azért mutatom a pizzát. Ezt kaptuk 6 euróért. Akkor jó étvágyat. Megnézzük a tengert. Pacskert is ide rakom. Háttérben ott van az apartmanom. Már gyúlnak fel Szárti fényei. És ez már csak ilyen tengeres nap volt. Akkor már a vége is a tengernél végződjön. Holnap elmegyünk hajózni. Szerintem az idő is jó lesz. Az Athosz hegynél fogunk elhajózni, ugye ott kikötni nem lehet, ahogy mondtam. Fakultatív program, akinek van kedve, az tartson velem. Én mára megköszönöm a figyelmeteket, és akkor ezekkel a képekkel én búcsúzom is. Ciao mindenkinek, találkozunk holnap. Sziasztok!